Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Első alkalommal rendeztek előfutamot itt Fejérben a Nemzeti Vágtára. A programnak a Sukorói Evezős pálya melletti terület adott otthont, a verseny mellett pedig érdekes kiegészítő programokkal is készültek a szervezők. Rengetegen voltak kíváncsiak hétvégén az első velencei vágtára. A pálya mellett már kora délutántól több száz érdeklődő kísérte figyelemmel az előfutamot, amelynek 13 résztvevője volt. A versenyzők főként Fejér megyéből érkeztek, de akadt olyan is, aki messzebbről látogatott el lovával a megmérettetésre. És elindul a start! És jó is a start, úgy látom, és elindult a start. Kékben Bicske, elől Schwarzenbad Bálint. Ő vezeti át a vezetést itt az első körben, mögött édesapja Schwarzenbad József test színeiben. Galovics Réka Szalvatino nevű lovával indult a versenyen, eredményével pedig a döntőig menetelt. Úgy igazán elkezdeni ezt a galopot egy éve kezdtem el, de már régóta lovagolok. Mesélj kicsit arról, hogy milyen volt az előbb a pályán, és hát milyen helyezés lett, hogyha ezt szabad így mondani. Hát második helyezést értem el. A pályán én még nagyon izgultam, mert ez az első elővágta, amin indulok. A versenyek közben számos izgalmas program várta a résztvevőket, az íjászkodás sokakat megmozgatott, de népszerű volt a díjugratás, a csíkos bemutató és a póni lovaglás is. Láthatom, hogy mások hogyan lovagolnak, és példát váltak róluk. Mióta szereted a lovakat, vagy mennyire emlékszel vissza arra, hogy mióta érdekel téged ez a sport? Mert azért mondhatjuk, hogy hát akkor téged ez a lovasport is érdekel. Hát igazándiból már nagyon kicsi korom óta. Ugye a szüleim is lovasok, úgyhogy innen jött ez az egész. Anya lovagolt nagyon sokáig, apa pedig foglalkozott a lovakkal. Igen. Oké, és hogy érzitek itt magatokat? Mesélj erről. Nagyon jó, nagyon szuper a hely. Jó az idő is, úgyhogy nagyon jó. Koszti András polgármester a program egyik legfontosabb céljának a lovas rendezvény népszerűsítését nevezte. Mivel azt láttuk, hogy országhatáron belül és országhatáron túl is rendkívül népszerű ez a verseny, viszont Fejér megyében még nem volt, azért arra gondoltunk, hogy mi itt a Velencei tó partján Velencén megmutatjuk magunkat ezen a területen is. Hogyan mozgatta ez meg egyébként a városlakókat, a helyieket, vagy éppen a turistákat? Most már azért eltelt a délutánnak nagyjából, hát több mint a fele, tehát most már van tapasztalata a hangulat kapcsán, illetve a résztvevők kapcsán. Igen, én ellentétben veled én azt mondom, hogy nem több száz, hanem itt megmerem kockáztatni, hogy
bőven ilyen 1500 ember, csak ugye ez egy hatalmas terület, és valóban reggel óta mennek a programok, színes show elemekkel fűszerezve, gyakorlatilag a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton futballistái Bencsik József és Kovács Ferenc emlékversenyt rendeztek, és nagyon jó hangulatú volt. Valóban, ahogy mondtad, az előfutamokon rendkívül izgalmas versenyeket láttunk, és szerintem a közönség, aki kilátogatott, az rendkívül jól érezte magát. A főszervező elégedettségét fejezte ki a program kapcsán a döntőt követően. Már tavaly jelezte Velence, hogy szeretne csatlakozni a Nemzeti Vágta Elővágta sorozatához, tavaly nem találtunk megfelelő helyszínt, és az idejében jött a gondolat, hogy itt a Velencei tó partján, az evezős pálya mellett csinálunk egy olyan pályát, ami évekig itt lesz. 650 köbméter homokot raktak le, hetekig dolgoztak, és én azt gondolom, hogy egy nagyon biztonságos, nagyon jó pályát sikerült építeni, ami nagyon izgalmas, jó versenyek mentek le, és hát nagyon jó versenyzők jöttek el. Szóval Bagonyi Gergely, Mátyás Edine, Daniela Tata színében, ugye Kővágó Szőle és Decs és Tata jutott be a döntőbe, illetve a kishuszároknál is Moróc Mercedes nyert itt a mai napon, aki pár évvel ezelőtt a Nemzeti Vágta kis huszár döntőt is megnyerte Budapesten, úgyhogy nagyon jó versenyzők jöttek, és én azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon gyors és izgalmas futamokat látott a közönség. Önkormányzat kötött egy szerződést a Nemzeti Vágtával, hogy az idei és a jövő évben szerveződik egy ilyen velencei elővágta, ami a Nemzeti Vágtának egy előfutama. Annyit tudunk róla, hogy Fejér megyében nem volt még, tehát most van első alkalommal, és én a velencei tavi TDM-nek az elnöke vagyok, és így kaptuk mi a felkérést az önkormányzattól, hogy szervezzük meg és bonyolítsuk le ezt a rendezvényt. Nem volt könnyű feladat, mivel hogy olyan rendezvényt nem csináltunk még, ahol élő állatokkal és lovakkal kellett rendezvényt, hogy ilyen feltételeknek megfelelni. Én azt gondolom, hogy amennyire tudtunk, megfeleltünk ennek. Nagyon, nagyon komoly biztonsági előírások voltak, amiket végre kellett hajtanunk. Többek között ez is, hogy van egy 4 méteres védőtávolság a pálya körül, amin kívül lehet a versenyt nézni. Ezen kívül nyilván hoztunk ide társasági programokat is, tehát vannak gyerekeknek ponilovazás, vagy van íjászat, lehet étkezni, inni, van kézműves sátor. A vágtán, ezeken az elővágtákon maximum 15 induló lehet, ettől függően 3 vagy 4-es csapatokban indítják őket a futamokon, és ezeknek a futamoknak utána lesz egy döntője, ami a szabályok szerint az utolsó futamtól 4 órának el kell telnie ahhoz, hogy a lovasok vagy a lovak kipihenjék magukat. Tehát gyakorlatilag, ahogy vége lesz az utolsónak, utána 4 órára lesz ez a döntőfutam, az körülbelül mi a 6 óra 20-ra tesszük, tehát a program szerint 7 órakor van eredményhirdetés. Az esemény háziasszonya Weiss Fanni volt, hiszen a városban nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség megteremtésére. A vezető pozíciót mögötte, Kővágó Szőlő és Tata. A program legizgalmasabbjának az esti döntő bizonyult, ahol a gyerekek közül Moróc Mercedes Orosházáról, a felnőttek közül pedig Bagonyi Gergely kővágó szőlősi lovas vágtatott be elsőként a célba. Dunakesziről érkeztem, Déva Szándék a ló neve, jó érzés nyerni. Tavaly is próbáltunk, így előfutamot nyertünk is, följutottunk Pestre, ott már nem volt ennyire sikeres, de most újra nekivágunk, hát ha. Gondoltad volna egyébként, hogy első leszel? Hát bíztunk benne erősen. A győztesek a Nemzeti Vágtán szeptemberben Budapesten is megmutathatják majd tudásukat.
varázslatos Szent Ivánéi rendezvényen vehettek részt a Vízivárosi óvoda gyerekei. Tűzgyújtás, tánc és színes lámpások tették hangulatossá a rendezvényt. Az Itted rá népi játék néptánc módszertani programja 2010 óta van jelen Magyarországon. Megálmodója Balatoni Kata, aki a játékban, dalban, táncban gazdag mindennapi életet szeretett volna az óvodákban és az iskolákban megvalósítani. Az eredeti célját és funkcióját veszi elő a népi játékoknak, néptáncnak és daloknak a gyerekek életében, ami régen se volt más, mint hogy mindent megtanultak ebből, és mindenük fejlődött, és egy közösségi élmény, és élmény. Ez az, amit mi szeretnénk nagyon visszahozni, hogy ne arról szóljon, hogy produkció és hogy hogy néz ki kívülről, hanem valóban a gyerekeknek egy tartalmas olyan élmény nyújtson, amin keresztül fejlődni tudnak. És a saját pedagógusi tapasztalataimból és a mellé olvasott és szerzett tudásomból indult ki az egész, és ma már ez egy annyira közösségi forma, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokan, akár több ezeren is formáljuk nap mint nap ezt az egész programot. Különböző eszközök segítik ugye ezt a néptánc tudás, illetve népének elsajátítás. Mik ezek az eszközök és mik a funkciók? Ezek nagyon egyszerű eszközök. Próbáltam leginkább olyanokat visszahozni, amik egyébként is jelen voltak a gyerekek életében, ilyen a gumizás, a babzsák, az ugráló kötelezés, és emellett nálunk még megjelennek a tulipánok is. Nagyon sok formával, nagyon sok oldalú megerősítéssel próbáljuk átadni valójában a teljes magyar kultúrát. Nagyon jól tetszik, és köszönöm, hogy mindenki eljött. Hogyan készültetek, milyen táncokkal? Olyan babzsákos lépőkre, uglárókra, átugorjuk a tüzet. Nagyon vártam, és izgultam is. Egy éve vagyunk referenciaintézmény, de mi már az előtte lévő évben is foglalkoztunk a gyerekekkel ezzel a módszerrel. A gyerekek nagyon szeretik, nagyon gyermekközeli, tulajdonképpen készségeiket, mozgáskészségeiket, ügyességüket fejleszti, a zenei érzéküket, a népdal, a néptánc iránti fogékonyságukat nagyon vevők rá, és ha hazamennek a játszótéren, otthon zengik a dalokat és járják a táncot. Ez azt jelenti, hogy minden nap részt vesznek ilyen néptáncos foglalkozásokon, ami ugye az Itted rá programra épül? Lehetőségük van rá, mert a programnak vannak eszközei, amit beviszünk a csoportszobába, és ezek az eszközök, tulipánok, gumik, ugróiskolák a gyerekeket játékra inspirálják, és kérik már a zenét is hozzá. Lehetőségük van minden nap erre. Nagyon vártam, és az óvodában tanultunk táncokat is. Milyen énekeket szeretsz? Van valami kedvenc éneked? Igen, de jó. Mennyire vártad ezt a mai estét? Nagyon vártam.
2017 elején a Heti Fit kamerája előtt vágott bele az életmódváltásba Fiers Gábor, az FMC.hu szerkesztője, és Gemeiner Lajos, a Vörös Marti Rádió műsorvezetője. Az első mérlegelésnél nem volt őszinte a mosolyuk, azóta eltelt egy év, mutatjuk, mi történt. Nagyjából pontosan egy évvel ezelőtt egy igen siralmas mérlegelésen voltunk túl Gemeiner Lajossal és Fiers Gáborral. Az idén azért már más mutattak az eredmények, mondhatjuk ezt, nem? Így van, azért néha megszittuk volna a két fiatalembert, néha pedig már-már reményt láttam arra, hogy itt valami változás történik, és a végén ténylegesen történt is, hiszen hát, hogyha visszagondolunk, akkor majdnem egy 20 kilótól szerintem mindegyikőjük megszabadult, ami pedig nagyon jónak mondható. És a legjobb az, hogy azt hiszem, hogy mind a ketten élvezték a végére ezt a történetet, hiszen hát az első egy-két hónapban azért láttam az arcokon, hogy nem őszinte a mosoly, amikor jönnek edzeni, vagy amikor mennek, vagy edzés közben, viszont szerintem a legtöbb, amit kaptak most ettől az egésztől, hogy most pedig ténylegesen valósan láttam, hogy jól érzik magukat, és sikerült az, amit úgy szoktak mondani, hogy életmódváltás, ilyen nagy szavakkal, de tényleg ez az, ami szerintem nekik sikerült most. Egy évvel ezelőtt nem ennyire mosolygósan álltál itt, amikor néztük az eredményeket, most hogyan értékeled? Én akkor is nevettem, csak máson. Most inkább örülök annak, hogy sikerült nagyjából egy ilyen 22-23 kilót lefogyni. Jó dolog szerintem. Jó dolog az, hogy az ember 22 kilóval könnyebb, teljesen más érzés ennyivel könnyebbnek lenni. Én igazából nem is a kilókban mérem az eredményt, hanem én teljesen hétköznapi dolgokban, hogy le tudok hajolni, be tudom kötni a cipőmet. Előtte hasamtól azért mindenféle ilyen legópózokat fel kellett vennem, hogy ez összejöjjön, és még egy csomó ez hasonló apróság volt az, ami fontos volt nekem. Például tavaly nyáron még 40-es nadrágot vásároltam a nyár elején, aztán később már azt hiszem 34-es, 33-as méretet vásároltam, tehát így ebben is érezhető volt az, hogy fogyok. Megálltunk ezen az úton, vagy folytatott tovább? Nem, haladok folyamatosan, hiszen hogyha elkezdtem valamit, akkor szeretnék a végére érni. Hát nyilván nem teljesen szeretnék azért elfogyni, de a cél az lenne, hogy ilyen 92-re lemenjek, aztán utána meglátjuk, hogy mi történik. Nagyságrendileg hasonló eredményekkel indultatok a Gáborral a Heti Fit keretében, az életmódprogram, illetve az életmódváltás jegyében indult akció. Ugyanaz a súly volt, nagyjából ugyanazok az arányok. Aztán, amikor egy évvel ezelőtt volt a mérlegelés, azt hiszem, hogy ugyanazok a eredmények, nevezzük eredményeknek, hát nem tudom, voltak, és most egy év után hasonló volt szintén itt is a testtömegvesztés. Hát akkor nem voltam nagyon vidám, bár úgy tűntem, tehát jókat röhögtem magamon, de ettől függetlenül azért azóta egy kicsit összeszedtem magam, megfogadtam azt, hogy az étellel hogy bánjak, és főleg egyébként szerintem ez az elsődleges. Elkezdtem edzeni, és az edzés is nagyon sokat számít, tehát az, hogy az elején csak lejöttem kicsit megmozgatni a súlyokat, hogy mégis ott ne legyen annyira merev a helyén a súly, aztán rájöttem, hogy egyre jobban megy. És utána meg már elkezdett hiányozni, úgyhogy most így teljesen rászoktam arra, hogy edzek is, meg azért az ételre is figyelek. Viszont a vörös hús maradt. Tehát a hamburgerről egy-két dologról nem mondtam le, de mértékkel. Szóval kisebb hamburgereket kérek ki,
nem a fejem mérete az, az alap, és hát ezen felül pedig azért inkább megpróbálok kicsit tényleg az egészségesebb étrend felé a zöldeket például fogyasztani. Most egy ponton vagyunk, de én azt gondolom, hogy talán folytathatják ezt az utat, hiszen van még mit tenni. Sőt, azt gondolom, hogy én nem is szeretem annyira ezt a most diétázunk akkor 12 hetet, és akkor, na és akkor utána mi van? Én azt szeretem jobban, amikor tényleg azt mondjuk, hogy valami olyan történt az életünkben, hogy picit másabbul gondolkodunk saját magunkról, fontosak vagyunk saját magunknak, és felismerjük azt, hogy a zsír nem feltétlenül az egy jó tükör arra, hogy vannak felesleges dolgok az életünkben, és csinálunk olyanokat, amire semmi szükségünk. És ez akár az étkezésre, vagy bármi más egyébre mondható lenne, és én azt gondolom, hogyha jó formába kerül valaki, az neki a saját életéről is egy jó visszajelzés lesz. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!